Sziasztok, Dáj vagyok. Itt van mellettem ma Csasi, illetve a kamera mögött Mendi. Sziasztok! Itt vagyunk az LNDHQ-n, és Csasi, néhány szóba akkor rögtön hagyd kérjen meg, miatt rátérnénk a témára. A nézők nagy része valószínűleg ismert téged, de azért pár szóval, hogy mikor kezdtél bele a hobbiba, milyen seregeket játszol, és hogy általában mondjuk, hogy a kompetitív vagy a kevésbé kompetitív játékot kedveled-e? Császármát vagyok, sziasztok, Csasi. A hobbiba 2016 körül kerültem vissza újra. Előtte korábban még gyerekként volt egy negyedik kiadásos kezdődobozom, de sajnos senki nem volt a környezetemben, aki játszott volna, vagy egyáltalán tudta volna, hogy miről szól ez a játék. Úgyhogy a 2016 magasságában előkerült a doboz a padlásról, és akkor elkerestem a neten, hogy hol is tart most ez a játék. Az még hetedik volt? Hetedik kiadás vége, igen. Hol is tart ez a játék? Egyáltalán van olyan Magyarországon lehetőség bárhol játszani. Elkezdtem YouTube videókat nézni, hogy is működnek a szabályok. Beszereztem egy, akkor azt hiszem 1750 pontos versenyek voltak Pesten. Uh-huh. És beszereztem egy pontosan 1750 pontos Necron sereget, és eljöttem az első HTC versenyre, ami a következő hónapba kezdődött. Uh-huh. Tehát igazából egy hónapig néztem a videókat, hogy mik a szabályok. Beszéltem két emberrel, akit akkor ismertem, hogy ismeri a játékot. Ők egy kicsit segítettek, és igazából jöttem az első versenyre, és azóta rendületlenül... Uh-huh. Tehát akkor igazán volt társaság nélkül. Tehát nem volt, aki úgymond behúzza, hanem magadtól volt. Magadtól rántottam le magam. Igen. Tehát akkor ő úgy gondoltam, hogy végre van egy kis szabad pénzem, mire költsük el, műanyag figurák. Igen, a kokain az már nem. Szó 20. század. Jó, rendben van, és a mai beszélgetésünknek pedig az apropója az, hogy te voltál 19-én Belgrádban egy 40 fős versenyen, és egy elég jó helyezést is sikerült elérni, ami mondjuk tőled nem szokatlan, mert te azért eléggé jól szoktál szerepelni a versenyeken. Negyedik helyezés sikerült, ugye? Igen, korábban már írtak, ugye a szerbek rendezték, a szerb LVTC csapatnak a tagjai, a csapatkapitányuk, ugye Luka, ő régóta ismerjük, már több versenyen találkoztunk velük, voltak uh-huh. a téli versenyek, ugye a nyári nagy versenyeken, játszottunk is ellenük, és ő írt nekem, hogy rendeznek egy 40 fős versenyt. Tavaly márca megrendezték ezt a versenyt, akkor 20-an voltak, uh-huh. és szerették volna idén egy kicsit nagyobbra csinálni a versenyt, és hogy legyenek nemzetközi csapatokból is ott emberek. Sikerült Görögországból, a görög csapatból 4 embert elhívniuk, a ciprusi csapatnak a csapatkapitánya volt ott, meg ugye én voltam egyedül, aki nem helyi volt. Tehát ilyen, a 40-ből úgymond 6-an voltunk. Ilyen, illetve a szlovén csapatból voltak még ketten. Aha, vagy tehát igazándiból, olyan 25%. Ja, igen, az már egy elég jó arány ahhoz képest, hogy egy helyi versenyről beszélünk. Igen. Ez akkor nem volt semmi különösebben nagy rendezvény, meg... Hát ők náluk sajnos kevés a játékos is alapból. Tehát Szerbia se egy gazdag ország, azt tudjuk. De főleg akik a hobbi benne vannak, ők nem állnak jól anyagilag, így hogy szerették volna kicsit promózni a klubjukat is. Kaptak sok támogatást különféle gyártóktól, különféle ilyen egyéb, nem Games Workshopos, hanem ilyen third party cégektől uh-huh. kaptak ajándékok, kaptak díjazásra, akkor ilyen vásárlási kuponokat, szinte mindenki kapott, tehát 38-an voltunk a végén, meg hát visszamondták. Szinte mindenki kapott valamit. Tehát, senki nem ment haza. Tehát mindenki végigjátszott az 5 meccset, még aki mindez 5-öt elbukta, és utolsó lett, ő is ott volt a végéig, még a pakoláson is ott maradt. Aha. Jó hangulat volt, náluk sok az új játékos, igazából ezt nekik szervezték, hogy kicsit érezzék, hogy milyen egy kétnapos versenyhangulat. Ráadásul ugye ez egy kétnapos történet, az is volt 5 csata, mert kétnapos volt a sztori. Milyen egy ilyen kétnapos GT-nek a hangulata, nyilván ott volt az a 6-8 ember, akik azért mentek oda, mert szerettek volna jó helyezést elérni. Először én úgy volt, hogy megyek, aztán le kellett mondanom sajnos, és igazából ugye szombat-vasárnap volt a verseny, és én szerdán írtam rá a Lukára, hogy úgy néz ki, mégis el tudnék menni, van-e egy szabad hely? És mondta, hogy pont egy hely van, mert egy beugrósuk játszana, de akkor, ha megyek, akkor játszhatok. Mm-hmm. Úgyhogy ilyen hirtelen felindulásból fogtam magam, és elmentem Belgrádba. Ez tök jó. Helyszínileg? Hol volt? Tornaterem, sportrendezvény? Ez konkrétan egy plázában volt. Na. Egy olyas, hát az Arena plázához tudnám hasonlítani. Uh-huh. Ott sikerült a
ahol az étel kiszolgáló egységek vannak, ott az egész, konkrétan az egész ülős rész le volt zárva, és ott voltak benne az asztalok a pláza második szintjén, a kajássorok mellett, tehát egy nagyon, nagyon jó környezet volt. Rengeteg ember bejöttek közben gyerekekkel, nyilván szülők ott a hétvégén, ott járkáltak az asztalok között. Akkor az effektíve úgymond nyílt is volt. Annyira nyílt volt, hogy azért el volt kerítve, de senkinek nem mondták azt, hogy figyelj, de nem jöhettek be. Aha. Tehát mindenki nagyon közvetlen volt, úgyhogy jó, jó hangulatú volt nagyon a verseny. Akkor valóban próbálták egy kicsit a promóhoz is kötni, hogy megmutassák. Igen. És a legfontosabb, hogy lehetett fogyasztani alkoholt. Ha mondjuk a szerveknél az furcsa is lett volna, nem lehet. Igen. Lett volna ember ez valahol. Ez az eredményeknél később viszont ő lesz. De... Na, tényleg eredmények. Beszélgessünk kicsit a seregedről, meg az eredményről. Negyedik hely. Ez hogy jött össze? Jól emlékszem, akkor 4 win, 1 lose volt? Így van. Uh-huh. Egy Chaos Space Marine sereget vittem. Jó. Emperor's Children. Itt külön megköszönném Körösi Petinek, hogy kölcsönadta a festett figuráit, mert az enyémek még félig dobozban vannak. Úgyhogy igazából rajta múlt, hogy el tudok-e menni, hogy ő kölcsön tudja adni a festett figuráit. Ezért jó a közösség, ezért jó a közösség. Ezért jó, hogy mindenkinek van valamilyen serege, igen. Úgyhogy neki még tartozom sokkal. Elmondjam a listát is, vagy? Megtaláljátok majd a leírásban, csak úgy nagy vonalakban, hogy mi az alapja. Rengeteg sok Noise Marine, azt szoktam látni. Volt egy Demon Prince, Mantle of Traitor relikkel, ami ugye azt tudja, hogy a pályán válló kiválasztatok Command Phase-be egy Core unitot, és megkapják a DP-nek a Reroll 1-es auráját, tehát úgymond bárhol tudok adni egy unitnak Reroll 1-et a Command Phase-be. Amit még tud ez a relik, hogy 0 CP-re egyszer lehet használni Epic Deed stratagemet, tehát tudok vele Fight Lust-oltatni valakit 3 incsen belül, vagy halálon harcolni a DP-vel ingyen. Ami ugye jó dolog, hogyha berakod a 10 Terminator közepére őt, és bárki megromozza a Terminatorokat, 0 CP-re Fight Lust-olni fog, mert ugye a kis bészte be tudja rakni, hogy ne tudjon egy incsen kívül kerülni a Demon Prince-nek. Dark Apostol, ami minden Chaos Marine listában benne van, egy Master of Possession, szintén a relikkel, 3 kasztal, volt 4 unit Noise Marinom, mindegyiknek a Sergeantnek Power Fist, egy Blastmaster és mindenkin Chainsword, illetve egy Legionnaire unitom, akik megkapták a Balefire Tome-ot, tehát Psyker volt a unit, és volt nekik Power Fist, Heavy Chain X, tehát mindenki milli fegyverre. Uh-huh. Ami ugye azért jó az Emperor's Children-ben, mivel a Legion trait az, hogy ignorálják a Ballistic Weapon Skill és a Hit Modifier-eket. Uh-huh. Tehát hiába -1 to hit-es mondjuk a Power Fist, az alap Marina 3 svélyesével 2 pluszra fog ütni, mert a Core Unitoknak lehet venni Icont, amivel plusz egy hit-et kapnak közel harcba. És azt te döntöd el, nem mindent ignorálás, csak a negatívat ignorálod. Can ignore, igen. Tehát a pozitívat megtartom, a negatívat nem. Így a Power Fist-ekkel és a Heavy Chain-ekkel is 2 pluszra ütnek közelharcban, emellett slanes mindenki, tehát fight first. Úgyhogy lehet még sorolni a buffokat. Ezen kívül volt ugye egy 10 fős Terminator blob, -1 to wound relikkel, 6 power fist, 2 chain fist, 2 máta, 2 flamer, tehát rajta volt minden, amire volt pont. Egy master execution. Az a mortal wound gép? Akire kicsit túl sok CP-t költöttem, tehát én nullával kezdtem a meccset, de úgy voltam vele, kipróbálom, tehát ő megkapott egy 7-red inkarnét, Warlord trait-et, ami plusz egy erő, plusz egy atak. És ő kapott egy elixírt, nem fog eszembe jutni milyen elixír, a szlanes elixír. Az a még több támadása lesz. Igen, egyszer elhasználtam a fight phase-be, abba a phase-be D3 extra atakja van, és maximum 3 sebet kaphat. Tehát phase-capes lesz arra a körre. Nyilván karakter. És Emperor's Children-nél még azt érdemes tudni, hogy minden unit tud 3 incset heroikolni egy CP-ért, van egy stratagem, illetve karakterek 6 incset. Akkor ez egy nagyon csúnya verekedős lista igazán. Igen, igazából ugye VTC terepen játszottunk, ezt előre megkérdeztem én is, és ez a klasszikus VTC terep volt, tehát 10-12 ruin volt minden asztalon. Úgyhogy a sok lövésnek annyira nem volt. Nem volt sok teteje, igen. Igazából a 4 Noise Marine-ból szerintem talán az első meg az utolsó meccsen volt értelmes célpontjuk, amit tudtak lőni a heavy profilla, tehát a nagy lövésekkel, mert igazából, tehát jó játékosok voltak, nem volt célpont. Nem olyan volt, hogy valaki kiállt a vonalra, és akkor lelövöldözik őket. Ezen kívül az még Abaddon volt a listában, ugye volt a Warlord, a Supreme Command-ba. Hát mindenki azt mondja, hogy ő viszi a Chaos frakciót jelenleg, van benne igazság, a pontjáért nagyon jó.
nagyon, nagyon sok kárt tud okozni. Jó, Buffon ugye is adja az egyes rirólaurát heretik kóroknak, illetve plusz egyet ad rohamra, és ő maga pedig tud reroll charge-olni ingyen. És van a Black Legion stratégám, hogy egy CP-ért ugye a Command Phase-be át tud rakni bármilyen másik légióba, amit szinte minden meccsen használtam. Volt ilyen, hogy Alpha Legion-be raktam át, hogy fallback charge-olvasson, mert bekötötték. Az egy nagyon univerzális eszköz, igen. Úgyhogy igazából az Emperor Shield-en most talán a legjobb Chaos frakció, mármint a Chaos Spacelane-ok közül, mert szinte mindenre van valami trükkjük, tehát van Advanced Charge-ot lehet kapni a Dark Apostolból, van Heroic, van No Overwatch Stratagem, van Fix 6 Advanced, vagy 6 plusz D6 Charge, Fight Last, Fight On Death, tehát igazából nem tudom, hogy ma mintnek tudtam a versenyen, mivel Abaddonnak van ugye Korn keyword-je, ezért ő 4 pluszon egy CP-vel tud deny-t. Én nem tudtam előtte, mert én nem is figyeltem, de most... De hát 0 CP-vel kezdte, olyan nagyon sok trükköt nem tudták, hogy csinálni. Igen, tehát én úgy voltam vele, hogy legyen a lista önmagában erős, és akkor nem kell azon gondolkodni, mire használjam a stratégiemeket. Általában úgyis vagy arra a 6-os charge, tehát vagy arra beraksz egy 6-os kockát a charge-ba, arra használod, vagy egyet a deny-ra. Igazából az első kör végére mindig van 2 CP-t, hogyha nagyon muszáj, akkor a termékkel, ha esetleg nem te kezdesz, tudsz halálon harcolni. Nagyon sok jó stratégem van, sajnos általában mindig az ember úgy hirtelen csata hevébe, hú, ezt újra dobom, ezt a sebzést, vagy ezt a találatot, mert jó ötlet, aztán utána rájössz, hogy amikor kellett volna a plusz egy CP, akkor nem jó ötlet. De összességében a listával elégedett voltam. Amit változtatnék rajta, az biztos, hogy a Master Execution-t kiveszem, mert amennyit ráköltöttem stratégemben, és amennyire papíron nagyon erős, igazából egyszer volt kiemelkedő. Nem volt olyan szituáció. Egy szituáció volt kiemelkedő, amikor 12 mortal wound-ot belevert az Avatar of Kain-be, de azon kívül minden meccsen igazából ilyen 5-fős unitokat megölt. Azt meg olcsóbban is meg lehet oldani. Illetve valószínű, hogy a listát fogok inni, nem lesznek szájkerek, mert azt hiszem úgy játszottam, hogy te szoktál, tehát nem dobtam meg egy szípávet se. Majd egyszer ellenem is. És eldöntöttem, hogy nem lesz több szíves eredembe, tehát amikor plusz 2-vel, plusz 3-mal kasztolok, és úgy jön ki a spell, az, és 6-os spellekről beszélünk, tehát... Igen, igen, a Venom Crawler még volt a listában, azt kiejtem. Plusz 1-et a kasztra. Jó, ellenfelekkel kapcsolatban is milyen csaták voltak? Nagyon jó meccs volt mindegyik. Ugye ilyenkor 3-at játszottuk, első nap 2-t, második? 3-at, második nap 2-t. Az első meccsem az a görögök egyik játékos ellen volt, a Grey Knight-ot hozott. Ami először úgy voltam vele, hogy hát jó Grey Knight, nagy gond nem lehet, egy jó kezdőmeccs, valószínű nyerni fogok. Aztán utána elkezdtünk ott beszélgetni a srácokkal, és kiderült, hogy ez a görög srác, aki Grénet játszik, ő az elmúlt 70 meccsből 10-et vesztett összesen. Úgyhogy valószínű tudja, mit csinál, amit leginkább végeztem el, és annyira túlizgultam magam már előtte este, hogy már azon gondolkodtam, hogy mennyire fogok kikapni, mennyi pontot fogok menteni. Amúgy egy nagyon jó hangulatú meccs volt, de ő rajta kicsit jobban éreztem, hogy feszült volt, mert szeretett volna jó helyezést elérni. Én rögtön az elején megittem a sörömet, meg a viszkimet, úgyhogy én neki is felajánlottam, azt mondta, hogy hát reggel 9 óra. Hát pont azért. Nem is értem, mert már elmúlt 8, így szórakozni értünk. Amúgy viccet félretéve egy nagyon jó, nagyon szoros meccs volt, igazából 85-75-re nyertem, úgyhogy én mentem másodiknak. Aha. Tehát az utolsó körös primary az enyém volt. Az olyan 12-8? Valami ilyesmi. Igen. Mert ugye itt is... 11-9. Igazából egy pont kellett volna, hogy 12-8 legyen, vagy egy pontra kevesebb, akkor már döntetlen lett volna. Azt hiszem, vagy pont úgy jött ki, hogy ilyen határes. Hát átszámoltuk háromszor, odahívtuk a bírókat is, hogy nehogy valamit elmaradjon, hogy azért, mert azért számít, hogy döntetlen persze, vagy. Hát. De így jól sikerült, sajnos... Nem is sajnos, vagy igenis sajnos, hogy az első meccsen, hogyha kevés pontot érsz el, tehát a végén maximum 2 veretlen lehetett matematikailag a 38 emberből. Csak egy volt. Ugye igazából ilyenkor arra gondol az ember, hogy jó, nem kell 20 pontokkal nyerni, nyerni kell 5 meccset, tök mindegy, hogy, és akkor a top 2-be vagy. Igen. Kint is még megvan ez a rossz szokás, hogy az embereknél szeretik számolgatni, hogy hány pontot fogok írni. Mondjuk a VTC-ben ez kicsit nehezebb, mert ott ugye 20 pontos rendszer van.
ugye alapból úgy volt, hogy a verseny, a VTC-nek van egy sajátos pontozása az egyénibe, hogy nem a win számít, hanem a pont. Tehát nem az számít, hogy ki nyert többet, hanem hogy kiszerzett több pontot. Tehát előfordult, pont a harmadik kör előtt előfordult az az eset, hogy voltak olyanok, akik egy győzelem egy vereséggel előrébb voltak, mint mások két győzelem, mert mondjuk kikaptak 20-0-ra, nyertek 20-0-ra, a másik meg volt egy 11-9, meg egy 3-17, és akkor itt összeadva neki több pontja volt, igen. Akkor ott összehívtak minket, megkérdezték a szervezők, hogy mit szeretnénk, hogy a pont számítson, vagy a győzelem, és akkor megszavazták a csapatkapitányok, hogy a győzelem legyen az elsődleges, mert úgy fair, hogy aki győzni jött, aznek ne legyen abból hátránya, hogyha mondjuk két erős ellenfél játszik egymás ellen, akkor az valószínűleg egy szoros meccs lesz. Igen. És sok valószínűleg kevesebb pont lesz, ezért ők úgymond lecsúszhatnak a dobogóról. Ezért én nem szóltam ebbe, lemondtam, hogy döntsék el ők a szervezők, ez lett ők is megszavazva, így is volt rengeteg vita. Mert mondjuk fura, hogy így verseny közben még szavazgatunk, meg döntögetünk. Ez volt az első úgymond ilyen nagyobb versenyük, és ők se akarták, hogy valakinek rossz érzése legyen utána, hogy én azért lettem mondjuk, mit tudom én, ötödik, négyet nyertem, egyet vesztettem, de valaki hármat nyert, kettőt vesztett, és több pontja van, tehát úgymond. Mindenki szerintem egyetért azzal, hogy a győzelem úgymond nem úgy csak az hát a fontos, de súlyozva kell, hogy legyen. Igen. Úgyhogy így sajnos, mivel az első meccsem ugye szoros volt, én így nem kerültem be abba a top 5-6 sorsolásos körbe, hogy játszhattam volna ugye a legerősebb ellenfelekkel. Mindenki mondták is a többiek, hogy direkt játszottam 11-9-et, hogy ugye Submarinnal szépen elkerüljem a görög csapatkapitányt meg a Lukát. Megmondtam nekik, hogy hát felőlem össze is rakhatnak minket, direktben játszottunk, engem nem érdekel. De jó volt, a második meccsem az egy Necron ellen volt. Uh-huh, az másodlagos írógép. Ami, mivel játszottam vele, tehát utálom még mindig a Necront. Nem véletlen váltottam, tehát visszakaptam a saját gyógyszeremet, ahogy szokták mondani, mert egyszerűen ő kezdett ráadásul, és az első két körben úgy írt 26 pontot primary-n, vagy secondary-n, hogy egyszerűen nem tudtam semmit csinálni, plusz még már írt a maxos primary-t. És így azt néztem, hogy mondom, még ki sem jöttem a diplomból, de már 30 pont mínuszban vagyok. Igen, már hátrányban vagy elég rendesen. Jó. Úgyhogy megfogadtam azt a taktikát, amit egyszer hallottam egy ilyen nagyon jó podcaston, azt ajánlom mindenkinek, érdemes a Wenger Tactics-os vagy az Art of War-os podcastokat hallgatni, ha mondanak jó dolgokat, hogy igazából a Necronoknak van damage outputja, tehát a Scorpack-ek jók milibe, Silent King jó, Heavy Destroy-ek jók lövésbe, de nem tudnak mindent megölni, tehát annyira nem jók. Úgyhogy padlógáz és át kell futni rajtuk minél gyorsabban, ez sikerült is. A negyedik körre azt hiszem csak két karaktere maradt, és akkor mondta a srác, hogy inkább vigyünk egyet és számoljuk ki. Uh-huh. Én mondtam, hogy inkább játsszuk le, mert nem akarom azt, hogy mondjuk odad nekem úgy 5-10 pontot, ami nem lett volna meg, és akkor emiatt majd... Tehát nem akartam, hogy a végén bármi gond legyen azzal, igen, hogy... Igen, az ember a versenyelőre figyel azért, hogy ne tudjanak belekötni, igen. Úgyhogy az egy jó meccs volt, azt hiszem 90... 93-78 lett a vége, tehát annak ellenére, hogy negyedik körre nem maradt figurája, 78 pontot azért írt ő is. Az is szoros volt. Úgyhogy az is 13-7 volt talán a vége, vagy valahogy úgy. És akkor jött a harmadik mérkőzés, ami a losszom volt. A helyieknek, a főbíró ellen játszottam, ő is Chaos Space-on játszott Black Legion-nel. Igazából majdnem ugyanaz volt a listánk. Annyi, hogy neki ugye kultisták, meg Accursed kultisták voltak, ezek az új kultisták. Uh-huh. Volt benne egy Rubrik Marine unit, azon külpülülő terminátorok, neki possessedjei voltak. Min ment el a meccs? Hát valószínűleg az üveg viszkin. A harmadik volt, igen, pont ezt akartam mondani. Ezt most így... Ha reggel 9-kor elkezdte inni, akkor este 6-ra már azért. Nem, amúgy biztos, hogy közel játsz. Én nagyon jól éreztem magam. Tehát a lényeg akkor meg volt. Ráadásul volt egy kis vitánk a meccs közben, ami egy elég komoly szabályvitába kavarodott, és volt három ember, aki velem értett egyet, volt három, aki vele értett egyet, és wow. Így az a baj, hogy aki ismer és játszott már velem, azt tudja, hogy én szeretek nyerni, de azért annyira nem, hogy én most egy órát vitatkozzak valakivel egy szabályon, tehát én mondtam, hogy jó, figyelj, engedjük el. Az eredménye nem úgy nem befolyásolt volna egyik se, csak ugye az érzés miatt, hogy hát tudtam, hogy igazam van.
És akkor úgy agyban annyiban maradtunk a végén, én mondtam, hogy jó, tudod mit, negyedik kör, amúgy sem tudnék nyerni, pakoljunk inkább össze, ígyunk egyet. Sose szoktam, tehát aki ismeri, sose szoktam otthagyni játékot, ha rommal vernek, és ott maradok az ötödik kör végéig, mert az az ellenfélnek jó érzés, hogy na, akkor most... Az az ő győzelme. Most ő fog engem lenullázni, az neki is, ő is azért jött oda. Nagyon ritkán van ilyen, hogy azt mondom, hogy hagyjuk abba és ne játsszuk le. De nem azért, mert bármi személyes problémám lett volna a srác, amúgy nagyon jó gyerek. Később megtudtam, hogy azért volt kicsit ilyen feldúlt, mert hétfőn halt meg az édesapja. És csak azért jött a versenyre, hogy ne legyünk páratlanul, és hogy ne csesszen ki a sorsolással. Úgyhogy ittunk utána egy párat dumáltunk, tehát nem volt belőle probléma. Azt hiszem, az egy elég nagy vereség volt, 17-3. Uh-huh. Úgyhogy ez egy jó tanács, hogyha isztok, akkor ne foglalkozzatok az eredménnyel, mert megnéztem másnap a scoring sheetet, és volt kettő olyan secondary, amit választottam, amiből a kettő bírtam összesen 6 pontot. Akkor azok jó választások voltak. Igen. Nem, jó választás volt, a taktika jó volt, csak nem sikerült kivitelezni, mert elfelejtettem, hogy a Black Legionnek van egy relikja, amivel tud redeployolni, mint a Wheel of Darkness a Necronoknak egy unitot, és az egyik flankemet úgy gondoltam, hogy jó, eldugtam a kis noise marinjaimat, és hirtelen megjelent mellette egy 10 fős, vagy 20 fős, nem tudom, flamer-es unit a rubrikok, és úgy az oldal úgy eltűnt a pályáról. Utána volt egy ilyen hélmérim harmadik körbe, nem jött ki a terminátorokra neki egyik buff se, na mondom, itt a lehetőség, akkor Abaddon bezavarjuk. Úgyhogy átdobtam Advanced Charge-be, ugye Red Crosshair-be, begromozta a terminátorokat, és 12 mentőt kellett dobnia, és egy darab terminátor halt meg a mentők és a mortálvónak után, és akkor úgy éreztem, hogy akkor talán itt már tényleg töltsetek egy tartat. Innen nincs visszaút, amúgy egy nagyon jó meccs volt. Ő lett amúgy a harmadik helyezett később, úgyhogy... Akkor top 5-ben volt két Chaos Space Marine? Így van, és kettő ponttal volt előttem, azt hiszem, úgyhogy még lehet át kellett volna számolni, de nem jó volt, utána este elmentünk együtt kajálni a srácokkal, meg iszogattunk még, de már azért mindenki elfáradt, úgyhogy hamar. Hát három meccs után? Három meccs, meg az egyéb fogyasztottak után, hogy azért fárasztó volt. Úgyhogy az első napot, azt ugye két győzelem, egy vereséggel zártam. Szállást magadnak kerestél, vagy volt? Én magamnak intéztem, igazából bookingon megnéztem, hogy hol van a helyszín, a lehető legközelebbi, ami nem is volt olyan drága, azt hiszem a két éjszakára volt valami, nem akarok ilyesek mondani, 22.000 forint a szállás, tehát most Szerbiában... Ja, Szerbiában van szó, igen, tehát ez Luxemburg. 3 percre volt gyalog, szóval már azért megérte, konkrétan lesételtem az utcán és ott volt. Az még nagyon részegen is megy. Igen, ez visszafele is hasznos volt. Úgyhogy, ja igen, jó volt az első nap, második nap egy kicsit később kezdődött a verseny, 10 órakor, mindenki látszott azért az első napi kicsit gyötrelem, akkor kicsit késtünk a sorsolásra is, meg kellett várni, mindenkit meg megérkezik. Második nap az első mérkőzésem az... Bocsánat, elő kell húznom a párosítást, mert nem tudom, melyik volt szintén az egyik szervező sráccal játszottam, Nidákkal játszott. Na, végre egy tiranida. Kraken. Várja, meg volt a lúzod, akkor Márkosz megnyert ezzel. Kraken Nidákkal játszott. Sok Ravenner, gondolom. Ravennerek, Biowarok, azok a spóralövős. Igen, az a Biowarok volt, Tyrantja volt, két adag Zoa, két Neurotrope, két osztag Warrior. Ennyire kasztolós Kraken. Volt egy nagy tög, egy Tyrannofax. A Mumusom ugye, aki sose hal meg. És nagyokat lő. És meg egy Mortex volt, azt hiszem, az a repülő... Parazajtof Mortex. Azt hiszem kb. Ennyi. Ja, meg két unit gargolja volt, vagy egy. Vagy egy, vagy kettő. Hát valami trup. Azt mondtad, volt warrior akkor... Volt két warrior, meg egy gargolja, azt hiszem. Igen. Ő kezdett, tehát nyilván ő Psychic Ritualt választott, vagy Mental Interrogation-t, itt jöttem rá, hogy Abaddon tud 4 plusz undeniálni, 4-szer próbáltam meg, 4-szer dobtam 3-ast, úgyhogy... De én így nem, egyszer sikerült deniálni, viszont ő kezdett, úgyhogy nyilván neki kellett felém mozdulni első körbe.
Egy jó meccset játszottunk, de azt hiszem a negyedik kör végére is, neki is elfogyott a figurák, elfogytak. Hát a Kraken nem annyira szívos, nyilván, mint egy levélhetem. Volt egy szerencsés pillanatom, mert egy beugratott egy Revener Unitot jó mélyre, ugye az 8-as advance, és akkor igen. sikerült ledialolni az onslaughtot, pedig azt még volt sima denyom, meg még CP-rólom is, és akkor be tudott charge-olni három karaktert. Mind a három karakter egy wundon fönnmaradt. Akkor nem bírt viszont elizélni, elszaladni? Nem is tudott volna elszaladni, igazából meg akart ölni a karakterémet, mert azt hiszem assassinate-et is választott. És akkor ott igazából, ott még lehetett volna egy nagy ugrás neki pontba, de akkor már vezettem elég sok ponttal, de nyilván itt azért számít a VTC-be, mert ugye abban, amit mi játszunk az ITC scoringba, mindegy, hogy 90-80-ra, vagy 90-80-90-re nyersz, neked a 90 pontod van. Mm. Ugye itt, hogyha egy ponttal nyersz, akkor döntetlen. Akkor így van, egy sem döntetlen. Tehát itt nem mindegy. Ez 17-3 lett nekem. Azt hiszem 90... Ez egy szép nagy győzelem. 97... nem tudom, 60 valamennyi volt. Ez legalább 30 ponttal kellett, vagy legyen. Tehát ez a fura pont, ezt beszéltem a srácokkal is, hogy szinte a győztes meccsén nagy része az 85-90 vagy fölötte lévő pont volt, de ezért nem jó az Emperor's Children vagy a Chaos VTC single-ben, mert hiába írsz sok pontot, sokat írnak ellened is. Tehát egy olyan helyzetben, amikor számít, hogy mennyit írsz, akkor az ellenfél is. Tehát nem tudsz 50 pontos különbséget összehozni minden sereg ellen. Uh-huh. Elő tud fordulni, de nagyon nehéz. Uh-huh. Az utolsó kör pedig egy Crawford Elda játékos ellen volt. Ő egy kicsit komolyabban vette szerintem, mint kellett volna, vagy legalábbis az elején próbált nagyon ilyen, nagyon milliméterezős lenni, meg nem olyan volt a meccs hangulata, mint az ötödik meccsre számít az ember, hogy jó, hát most már utolsó, és akkor már mennénk haza, de azért még érezzük jó magunkat. Ő nagyon szeretett volna nyerni, az látszott rajta, ezért nagyon sokat hibázott, amit úgy voltam vele, hogy egy új srác volt, tehát szóltak előre, hogy ő 2 éve játszik, új a hobbiba, hogy segítsek neki, ne akarja mindenáron megverni. Mondtam, hogy jó, oké, és megkértek a szervezők, hogy figyeljek oda, meg segítsek neki, hogy ahogy játszik. Nagyon sokat hibázott, nyilván mindent megengedtem neki, hogy visszavonta, nem oda mozgott, kinhagyta a tartalékjait, kétszer is. Amint úgy, hogy harmadik kör mondta neki, hogy hozza be, elfelejtette, akkor visszamentünk, berakta, utána eszembe jutott, hogy volt még egy unit, akkor azt is, akkor ó, elfelejtettem R&D-zni, ó, elfelejtettem action csinálni, ó, a pszichifázis, tehát hogy ilyen akkor az eléggé, igen. Jó, mindegy, jó volt, amúgy megizzasztott, mert még úgy voltam vele, hogy jó, hát segítenk neki, de azért csak megnyerem, de azt a végén majd itt segítettem neki, hogy én kezdtem magam szemben érezni, hogy meg fogom verni magam. De azt hiszem 92, nem akarok hülyeséget mondani, 15-5 lett a vége, ugye 94-67 lett a vége, úgyhogy azért a végére visszahoztam, ugye Assassinate-et választottam, rengeteg karaktere volt, és az Isten nem akartak meghalni, az aggódtam a legjobban, hogy a szerencsétlen avatárt azt 5 körig lőttem, ütöttem, nem halt meg, az összes farszíri meg varlokja egy wundon futkosott körbe a pályán, már, és itt volt az, amikor meguntam, és Abaddon bekötötte, nem is tudom, Hauling Banshee-kkel, tehát ilyen olyan unitokkal, amit le kéne így fújnia, és egyszerűen nem akartak meghalni. Ja, akkor mondom, jó, fallback charge, és akkor hátra mentünk a karakterekhez, és ott ki megbosszulta, megölte az összeset egy mozdulatta. Úgyhogy összességében jó volt. Sajnos nem volt szerencsém játszani a görögöktől több sráccal. Volt 2 játékos, akivel nagyon szerettem volna. Az egyik a Tau játékosuk, a másik pedig a Chaos Demon játékosuk, aki meg is nyertem ugye a versenyt. Ő a görög csapatkapitánya, egy 22 éves srác. Az igen. És 5 évvel ezelőtt már VTC single döntőt játszott. Tehát ő nagyon profi. Isten áldott a tehetségkel. Nagyon jó a srác, és eszméletlen normális. Tehát nem beképzelt, nem nagyképű, nem szivat senkit. Úgy játszik, ahogy a könyvek bele van írva szerintem, hogy kell játszani. Nagyon ügyesen csinálja. Tehát vele szívesen játszottam volna, megnézni, hogy ők hogy játsszák a játékot. Illetve Luka ellen is nagyon rég játszottam, ő a szerb csapatkapitány, aki ellen kifejezetten nehéz játszani, mert ő ezt mondta magáról, hogy ha olyan ellen játszik, aki tudja, hogy jó játékos, akkor őt szereti szorongatni, és direkt
úgy mondta, hogy pusholni, hogy megpróbál kihozni a sodrotból, megpróbál cukrot. Neki ez a stílus, tehát megpróbál kiórázni, vagy és nagyon sokat gondolkodik, és akkor azzal idegesít, hogy telik az idő, és nem játszatok. Ezzel volt egy vitájuk is, az elődöntőben ő játszott a görög srác ellen, aki felhozott egy régi sérelmet neki, hogy 5 évvel ezelőtt a szingőbe azért vesztett, azért nem ő lett az első, mert ugye az elődöntőben csak 2 kört játszottak, ezért nem volt ide elég pontot írni, és nem használtak sakkórát. Úgyhogy most volt sakkóra, és elég az egy igazi döntőasztal volt, tehát ott 2 ember kezelte a sakkórát, 2 ember kezelte a sakkórát, 4 figyelték, hogy mit csinálnak, tehát ez egy kicsit már a másik vége volt a dolognak, de összességében mindenki, aki ott volt, nagyon jó érezte magát, jó hangulat volt, jövőre is lesz, és szerintem érdemes elmenni mindenképpen. Belgrád egy szép város, jó a közösségük. És annyira messze talán? Hát 3,5 óra kocsival. Most a határtól függ, a szervek nem mindig, ugye ilyen, ott nincs még szabad átjárás, nincs Schengen, de én ajánlom mindenkinek, nincs messze, 5 meccset játszani egy hétvége alatt, úgyhogy igazából ezért már megérni. Beszélgessünk akkor kicsit a top 5-ről, ugye azt mondtad, hogy a Chaos Demon nyert, az nem annyira meglepő, a második, ha jól emlékszem, egy Thousand Sun lett, mindjárt mondom is, a számomra azért meglepő, a harmadik a Black Legion lett, a negyedik te. Tehát Chaos Demon lett az első 5 győzelemmel, a Luka, ugye ő a szervező, ő a szerb csapatkapitány, Thousand Sun lett a második. Ő, ez egy olyan Thousand Sun lista volt, amiben jó voltak flamerek, tehát az inch flamerek benne voltak. Mert én gondolkodtam azon, hogy itthon nem vinnék az Emperor's Children mellé flamereket, mert így is elég triggerere van mindenki tőlük, és én sem vagyok a híve, de mondom, oda elvinném azért, és írtam direkt Lukának, hogy mondom, ti hogy játszátok ott ezeket a dolgokat, mondta, hogy ők ilyeneket nem csinálnak, elő volt az egyetlen, aki azért hozta a flémet. Kivéve engem. Igen. Azt mondta, miért kettem csak? Én mondjuk igen, a többiek. De mondta nekem, hogy leadtam volna úgy a listát, akkor nem engedte volna, hogy vigyem. A Black Legion lett ugye a harmadik, én a negyedik, Necron, akivel játszottam, ő lett az ötödik. A Grey Knight, akivel játszottam, ő lett a hatodik. Ezzel kapcsolatban pedig azt mondtad, hogy azért volt Tyranida. Gondolom volt azért Sister is. Gondolom, hetedik ugye... Sister. Aha, tehát akkor... Nyolcadik Custodes, tizedik Tau, 11 GSC, az 13. az első Nida, ő 3 győzelem, 2 vereség. Fú, akkor a Nidák azért elég csúnyán lemaradtak. A másik Nida is 3 győzelem, 2 vereség. Igen, azt láttam, hogy a 10-től a 20. helyig voltak ott, igen, a Nidák főleg. Na most azon, hogy ugye van egy Chaos Demon a top 5-ben, azon nem kell meglepődni, mert az oké. Az, hogy nincs benne Necron, nincs benne Tyranida, és nincs benne Sister, az igazából nekem kicsit meglepő. Egy Necron játékos volt, és egy Sister. Tehát ő elég sokféle sereg volt. Tehát nagyon kevés sereg volt, amiből több volt. Aha. Jó, nyilván volt, mert sokan voltunk, de nem volt olyan, amit tudom én, 8 Sister. Harlekin nem is volt? Nem volt. Aha, mert még azt gondoltam, hogy az... nem volt. Itt van a Necron, tehát ő is, ahogy nézem, olyan meccseket játszott, hogy 11-11-11, tehát volt 3 11 pontos győzelme, ami azt jelenti, hogy 5 ponton belül volt, igen, ami lehetett akár 196-os. Másik is nagyon jól írt pontot. Ja. Ami a hátránya a VTC szkóros rendszernek, hogy nem jutalmazza azt, aki kikap. Mert ugye, ha nyersz mondjuk 90-50-re, akkor te kapsz egy 20-0-át. Uh-huh. A normál rendszerben ott a vesztes megkapja az 50 pontját. Az itt meg nem kapott semmit. Itt ugye jó, hogy kevés 20-0-ás meccs volt, hát egyedül csak a Nikolas, hát ő nullázott majdnem mindenkit, de ő az egész versenyen összesen 9 pontot vesztett a 100-ból, úgyhogy ő ügyes, őt érdemes kerülni, ha valaki meglátja a nevét bármilyen versenyen, akkor... De amúgy egy nagyon jó kedélyű, rendes srác, tök jó fej, fiatal, hát. Fiatal, nagy szájú és jó játszik. Tehát akkor ezt a sorrendet te nem tartod meglepetésnek, vagy ez egy átlagosnak, vagy jelenleg a metában jónak mondható, vagy elfogadható? Nem voltak nagy meglepetések? Nem, ez igazából engem a Grey Knight mi meglepett, hogy jól szerepelt, de nyilván egy jó játékos játszik velem. A Grey Knight kicsit most nem egy rossz sereg amúgy. Vannak jó szekönderéi. Sok van Magyarországon egyébként. A VTC terepen kifejezetten jók, mert a kis... Tehát neki volt 2 Paladin unitja, 6 sima Marine unit, és ugye minden Combat Squad volt az elején, tehát
rengeteg ötfős unitje lett hirtelen, akik ugrálnak a pályán össze-vissza, meg teleportálnak, meg géttel átdobom. A purifying ritual nem minden sereg tud mit csinálni, a secondary-ket nyomják. Nyilván a damage output-juk az a bolterek, millében még mindig erősek, tehát amikor nem jöttek ki a buffok, akkor a 10 termiből azért 6-7-et hazavertek egyből. Nem rosszak. Nyilván az is hozzátartozik, hogy ebből a 38 emberből, aki itt van, szerintem akik az első 15-ben vannak, azok, akik rendszeresen játszanak. Uh-huh. Tehát, mondtad, hogy van sok új náluk a hobbiban, akik új, nyilván jöttek van sok új, és akkor nekik nincs is nagyon lehetőség, hogy játszani, tehát főleg TTS-re játszanak online szimulátorral, meg néha összejönnek így valakinek a házába egymás közt. Tehát ők havonta játszanak, mit tudom én, 2-3 meccs, rendes meccset asztalnál, akinek van ideje. Van, aki csak akkor játszik, hogyha verseny van. Uh-huh. Ami mondjuk náluk nincs olyan sűrűn, tehát nincs is annyi erejük gyakorolni. Uh-huh. Vagy idejük. Akkor szintén itt a top seregekkel kapcsolatban kíváncsi vagyok a véleményedre azzal a kérdéskörrel, hogy is mondjam ezt szépen. Jelen pillanatban ugye kétfajta hozzáállást látok én, ugye általában 40K-hoz. Az egyik az a szokásos, minden szar, minden rossz, minden OP, nem jók a kódexek, power creep van, mit tudom én mi van. De akiket én így nézek, én is úgymond komolyabb, vagy akinek a véleménye többet nyom a latba olyan hozzáértőbb embereket, ők azt mondják, vagy nagyon sok olyan vélekedés van, hogy ilyen balanced a 40K, mint most még, hát nem is sose nem volt, vagy soha nem volt, de nagyon rég nem volt. Te erről mit gondolsz? Mennyire van most balancedbe? Nem a skillt értem, hanem maguk a kódexek, maguk a seregek. Mennyire jó ez most így? Hát ugye többféleképpen lehet nézni, vannak a virrétek, amit mondjuk a GV mindig előhoz. Azok számok nyilván egy jó alap. Én úgy gondolom, hogy ami játszottam a 7. kiadás végén, játszottam végig a 8. kiadásba, most a 9. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 6 évben, amit én játszok, most a legjobb a játék. Tehát én most élvezem a legjobban. Nagyon sok sereg van, ami jó. Nyilván mindig lesznek olyanok, amik gyengébbek. Le vannak szakadók is. Vagy vannak, akik azért gyengébbek a számokkal, mert nagyon sokan játszák. Például ugye a Marine nyilván nem egy erős sereg, a Space Marine. De rengetegen játszák. Mert az új belépők azt hozzák. Meg rengetegen játszák versenyen is. Azért 30%-a minden versenyen van Marine. Akik valószínűleg nem fognak nyerni, mennek negatív mérlegeket, és ezért nyilván a virétjük is le lesz. Én ebben nem akarok annyira belemenni, mert megmondom ezt, hogy ez a rész engem nem foglalkoztat. Hogy kinek mennyi a win százaléka, hülyeséget meg nem akarok mondani. De szerintem én személy szerint élvezem most a játékot, szerintem sok jó kódex van, nyilván mindig van olyan, amit nehezebb megverni, főleg ha mondjuk egy jó játékos játszik vele. Vannak olyan seregek, amik szerintem alul vannak értékelve, mert nem olyan játszik vele, aki mondjuk nem is az, hogy valaki játszik 3 éve egy sereggel, mert attól még lehet vele jó is, meg rossz is, hanem inkább az, hogy mennyit tud fejlődni valaki azzal, hogy játszik. Tehát én tudom, hogy 3 éve nem játszottam szinte itthon versenyen, vagy 2,5, és amióta hazajöttem, bárki, akivel játszottam azóta, vagy előtte játszottam vele, ég és föl. Tehát látszik az embereken, hogy akarnak fejlődni, járnak versenyekre, komolyan veszik, próbálnak jobbak lenni. Van, aki meg egyszerűen csak azért játszik, mert nem érdekli, hogy mi van, aztán játszik. Tehát én tudom magamról, hogy én szeretem ezt a játékot, szeretek nyerni, szeretek benne jól lenni, de van egy szint, amit mondjuk én nem lépek át azért, hogy nyerjek, tehát nem az a legfontosabb. Mert szerintem onnantól kezdve, hogy nem érzed jól magad játék közben, vagy elkezdesz idegeskedni valamin, vagy frusztrál az egész, onnantól kezdve nem ad boldogságot, és ez az ember feláldozza ezért a hétvégét sokszor, mind a két napot, pénzt, rengeteg időt, most akkor ne idegeskedni. Semmi értelme nincs. Ez így van. Ezekben abszolút értek én is. Én gondolom, az, hogy most melyik sereg a legerősebb, az mindig változni fog. Tehát. Persze, de tényleg a kérdés csak arra vonatkozott, hogy akkor te is körülbelül ahhoz a táborhoz húzol inkább, aki azt mondja, hogy jelenleg rendben van. Hát a rendben van az erős szó. Igen. Jó, most úgy nem rossz. Azt mondom, hogy nincs az, hogy van egy mint tudom, ami a drukkari volt, igen. Ami volt a drukkari. Amúgy most tudom, hogy ez megy egyfolytában, hogy mindig ami kijön, ugye az a legerősebb, és akkor majd a power creep volt, ami azt igen. Ezzel nem értek annyira egyet, mert nyilván ez arra jó, hogy GV-nek ez azért jó, hogy eladjuk mindig új dolgokat. Jó, mondjuk kicsit hipokratikus, mert én is szeretem váltogatni a seregeket, nem azért, mert éppen mi a legerősebb, hanem
én nem szeretek megunni egy sereget. Tehát például a Drukarival jártam így, az kinn azzal volt a legtöbb meccsem, tehát ilyen közel, nem tudom, 80-90 versenymeccset játszottam velük, és utána már egyszerűen ránéztem a polcra, ott voltak, és nem akarok még egy meccset. Most ugyanezt értem el a Necronnal, ami igazából nem azért, mert annyit játszottam velük, hanem mert az egy olyan játékstílus, amit rájöttem, hogy egyre nem élvezem, hogy nem csinálok semmit, írok X pontot, aztán most vagy meg tudja oldani az ellenfél, hogy ne írjál annyit. Ne írjak annyit, vagy nem. Persze, az se olyan, hogy magától megírja a pontot, kell vele játszani, de szerintem most a Káosz, a Harlequin, a Nidák akár, tehát ezek sokkal nagyobb odafigyelést igényelnek, sokkal több skillt igényelnek, mert nem is az a kérdés, hogy mondjuk megnyersz egy meccset, hanem hogy itthon is látszik az itthoni versenyeken, nem az a kérdés, hogy most nyere valaki hármat néha, hanem hogy mennyi ponttal, mert valószínű hárman fognak hármat nyerni, és ugye, hogyha valaki nyerni akar, akkor tök mindegy ki elejátszott, tök mindegy milyen sereggel, a max, tehát a secondaryt is én is megpróbálom úgy választani, hogy ne is legyen az opció, hogy nem 100 000 elérhető pont. Uh-huh. Lehet, hogy meg kell értek üzteni. Tehát a 12-eseket inkább hagyod a francba. Igen, az csak akkor, hogyha tényleg nincs más. Uh-huh. Mert oké, tudom, hogy nem fog belőle 15-et írni, de ha már az egyik 14, a másik 13. Ha mindjárt jobban jártam, mint a 12-től keppelted volna. Ez így van. Igen. Ami nehézen kivitelezhető. De van egy sikert. Jó, másik kérdés kicsit a közösséggel kapcsolatban. Ugye mondtad, hogy voltak 5-6 ezen a versenyen is, akik szerbeknek, ugye külföldiek voltak, úgymond. Magyar versenyeken itt most már itthon nálunk is volt szerintem idén 3-40 fős verseny. Volt egy csapatverseny, egy páros verseny, meg egy szóló. De minimális az a mennyiség, amit külföldiek ide esetleg jönnek hozzánk. Mi kellene ahhoz szerinted, te azért egy világjárt ember vagy, mondtad is, hogy Amerikában érték én elég sokáig, meg ott versenyeztél nagyon sokat. Mi kellene ahhoz, hogy a magyar versenyeket csak kicsit feljebb futtassuk, vagy jobban megismertessük, hogy jobban jöjjenek ide, akár csak a szomszédos országokból is játékosok. Hát ugye ahol nagyobb versenyek vannak, ott mindig van valami szponzor, tehát vagy meg tudnak szerezni, például a prágai versenyek, ugye a GameMet-et, akik a terepeket, vagy metteket elvonnak. Valahogy őket kéne megszólítani, tudom, nyilván persze ötletet adni mindenki tud. A véleményedet kérdeztem. Tudom, én is. Nem okoskodsz, kérdeztelek, hogy mit gondolsz. Csak nem akarom, hogy okoskodásnak tűnjen, mert hogy okosat mondani mindenki tud. Én nagyon örülök például itthon, hogy a Józsiék kezükbe vették ezt a versenyszervezést, a pécsiekkel, a pestiekkel, a vidékiekkel, tehát mindenkivel az elég összefogták idén, és szerintem a számok magukért beszélnek, hogy hány verseny volt, és hány ember ment el idén versenyekre. 100%. Én emlékszem olyan évre, hogy a HTC versenyeken volt olyan hónap, hogy örültünk, ha 10 voltak, vagy 12-en. Mindig ugyanaz a 12 ember nyilván ott volt. Most meg igazából mindegyik teltházas, és már nincs hely. És 24, igen. 24-26 főség. Hát ez az egyik fő limitációnk szerintem, hogy nem tudunk nagyobb versenyt csinálni, mert nincs se hely. Nincs helyszín? Aha. Nincs helyszín. Én nekem sem jövő a HTC-vel. Én oda járok, amióta elkezdtem 40-kázni, ott volt az első versenyem. Szerintem, amit ott ki lehet hozni maximálisan versenyből, Azt ott kival hozza mindig. De azt, hogy kell egy nagyobb helyszín, nem zárja ki azt, hogy a HTC-be attól függetlenül minden második héten legyen verseny. Lehet, hogy kell találni egy olyan... Az a baj, hogy nyilván az mindig a pénzhez térünk vissza, mert itthon nincs senkinek arra feles pénze, hogy ő fenntartson egy olyan helyet, ahol be lehet rakni mit tudom, 20-30 asztalt, és amikor olyan van, akkor menjetek, játszatok. Kinn a legtöbb klub, ahol én voltam és láttam, azok olyan boltok voltak, amik úgy voltak már kialakítva, hogy ott non-stop játszanak, és nem csak 42-et, ugyanígy a Magic, mindenféle kártyajáték, szerepjáték. Tehát jobban össze vannak fogva ezek a réteg hobbik, vagy jobban vannak koncentrálva? Mondjuk úgy, mint itthon. Jó, hát több emberből több a kocka, nyilván, meg az életszínvonal sem mindegy, hogy mikor engedheted meg magadnak a kockolást. Meg kicsit, nem tudom. Tényleg nem tudom megmondani, hogy lehetne, mert még a külföldiek meg úgy vannak, ha szerveznek saját versenyt, ők nem mindig szeretnek elutazni, de például, hogy mondták, tehát a szlovének is, a szerbek is mondták, hogyha lenne Magyarországon verseny, elérhető közösségbe, meg nyilván ott is mindig a pénz a kérdés, ők szívesen jönnének versenyre. Az is szóba került, hogy majd jövőre esetleg ezt a versenyt, ami most Belgrádban volt, ezt lehet, hogy Görögországban lenne megrendezve, a görögök segítségével, utána évben egy másik országban. Most körbe körbejárnád. Hogy ez egy versenysorozat lenne, ugyanaz a neve, csak minden évben más helyszínen van, ami egy jó kezdeményezés.
Nyilván most a görögök is ide utaztak, ide repültek, hogy játszhassanak egy hétvégét, a ciprusi srác is elrepült azért, hogy játszhasson. Ez mindenkinek, hogy mennyi áldozatot tud beletenni anyagilag és ideileg. Nehéz. Nehéz sajnos. Én azt mondom, hogy lehetne itthon szerintem versenyt szervezni, most az év végén is, ha minden igaz, lesz egy 36 fős verseny. Így van. Utána egy 18 fős januárban. 32 szerintem, de mindegy. Egy 32? Szerintem 32 lesz talán. Mindegy, 8, tehát lesz most... 8-4 fős csoport, ha jól emlékszem, de... 32, igen. Hogy igény van rá szerintem, lenne. Tudom, hogy vannak sokan, akik bevállalnák a kétnapos, tehát az ötkörös versenyt is. Mert itthon nagyon sok jó játékosunk van, akik szerintem sokkal jobbak, mint sok külföldi versenyen lévő játékosok. Ebben is biztos vagyok egyébként, igen. És vannak ugye, nagyon jó. Szerintem sokan megérdemelnék és örülnének, hogyha látnák mondjuk a nevüket akár egy 40 kásztetszen, de ugye oda nem kerül föl csak az ötkörös, tehát a GT szintű versenyek, ami mindegy hányan vagy, ugye furán van osztva, mert nem mindig azt számít, hogy hányan vannak a versenyen, vagy hány körös. Tehát 30 emberrel az ötkörös verseny, az ugyanúgy GT-nek minősül, mint hogyha 50 emberrel van ötkörös verseny. Remélem jövőre lesz erre lehetőség itthon is. Sajnos nyilván itt senki nincs olyan itthon. Tehát igazából a helyszín lenne. Tehát kellene egy olyan, vagy olyan szponzorokat kellene keresni, akik egy megfelelő helyszín, megfelelő minőségű asztal, terep, ugye mindig ez a versenyszervezésben gond, hogy honnan lesz elég asztal, majd honnan lesz elég terep. Átközöm Dajnak a képeket, meg csináltam egy videót is, amikor raktuk össze a első este a terepeket, segítettünk pakolni mindenki, aki ott volt, hogy igazából a szerbek is megoldották maguknak, tehát annyi mennyiségű VTC terepet legyártottak Hungarocelből, hogy hát, én szinte... A szegény ember vízzel főztet. A terep az a kisebbik nehézség, inkább az asztal. De azt is most ott is olyan is voltak igazából. Igen, tehát igazából kell valamit, két dolgot összetolni, ezt rátenni, megfogni. Az a másik, hogy valahonnan el kell indulni. Tehát nyilván, hogy olyan versenyt akar rendezni valaki, ahol szeretné, hogy külföldiek jöjjenek, akkor azoknak kell valami olyan, amiért megéri eljönni. Egy olyan díjazás. Aha, tehát akkor megfelelő díjazás kell? Mit ami tudom, nem is. Ami nagy nem... dobozokat kéne adogatni? Vagy? Azt hiszem az első helyzet kapott egy Battle Force dobozt, de hát nyilván kupa volt, ami azért egy jó emlék. Tehát valami kézzel fogható, ami nem feltétlenül kell pénzbeli értéknek lenni, mert nyilván pénzt sehol se lehet osztani, mert ez nem egy olyan sport, vagy ne. Igen, még nem. Az általában, hogy vásárlási utalványt szoktak ugye osztani, vagy osztogattak ott ilyen online kuponokat, amit különböző online webshopokon föl lehet használni. De szerintem, aki hajlandó elutazni pár órát akár repülővel is, annak majdnem mindegy, hogy mi a díj, mert azért megy oda, hogy játszom. Ha aki megnyerni megy, meg annyi kupájában úgyis, hogy nem érdekel. Jó, és mi a véleményed a magyarok nemzetközi szerepvállására? Tehát mennyire járkálunk ki? Én biztos, hogy nem, de azért Alpine Cupit ott... Tudom, hogy most hétvégén a Marlok Tomi is egy nemzetközi versenyen van Amsterdamban, azt hiszem ment az Alliance Openre. Simán lett, ha így van, akkor... Írt nekem múlt héten, hogy tudok-e vele játszani egy párat, mert nem játszott CSM ellen, mondtam, hogy nem, mert én pont Belgrádban leszek. Úgy tudom, hogy ő kiment most hétvégén az Alliance Openre, Amsterdamba. Tudom, hogy idén voltak páran Prágába. Tehát azt hiszem, hogy itt a környező országban, amikor van verseny, akkor azért szoktunk menni, meg van rá igény. Szerintem volt, nem tudom, hogy a szlovén versenyen volt-e valaki magyarok közül, nem biztos. Hát most sok mindenkinek ugye összejött ez a utazás, Covid után, az anyagi dolgok. Szerintem legtöbb verseny az Angliában van, ami nekünk úgymond elérhető közönségben van. Ott rengeteg, ott havi szinten vannak nagy super majorok, meg GT-k. Nekem is volt jegyem egyre, most novemberben, de sajnos át kellett rakatni, mert nem tudtam elmenni. De szerencsére olyan jegyet vettem, hogy átrakható bármelyik következő versenyre, úgyhogy majd valamikor május-április körül, ha lesz, akkor majd arra becserélem. Bár megérte azt a 10 eurót, amiért cserélhető a jegy, mert különben többet buktam volna rajta. Ezek mennyibe kerülnek? Mondjuk egy ilyen angol, meg mondjuk ez a szerb mennyibe kerül? Ami most a szerb, 15 euró volt a nevezés. Tehát ezért kaptunk egy ilyen dice tray-t, egy ilyen kis összepatintható kis dobókockatartót, matricákat. Ez 6000 forint. Matricákat, két nap ingyen kajátott a KFC-be, tehát egy menüt, úgymond egy ebédet,
este, ahol mentünk a helyre, ott egy sört kaptunk, egy kuponnal, illetve ott napközben sör, víz, amíg a készlet tartott, szabad fogyasztás. Jól lekajáltátok a bele a ügyet bőven? Igazából bőven. Tehát én többre nem is kérdeztem, mennyi a beugró, amikor jelentkeztem, mert úgy voltam vele, hogy nem lehet olyan hű, de sok, és akkor írt mondták, hogy 15 euró. Én nem megmondom, ezt én 30-ra számítottam, kb. Ugye az szokott lenni ilyenkor. Az angliai versenyek, amire én jelentkeztem, az most volt a... Az LVO azt hiszem $100, 150 dollár? Az angliai azt hiszem 80 dollár volt, azt hiszem. Úgyhogy ezzel a változtatható jeggyel együtt, tehát az volt bónusz rajta, vagy ilyen felár. Az LVO az... nem tudom mondani neked, mert arra van jegyem. Szerintem 100 dollárra, én 100 dollárra emlékszem, de... Na, ez nincs rajta. Azt hiszem, ott úgy van, hogy ott meg kell venned ugye a versenyjegyet, meg a 3 napos paszt, hogy ugye be tudj menni a területre, mert nem csak a 40K van, azt hiszem ilyen 150 dollárra jön ki a kettő. Akkor ugye együtt, aha. Nyilván van ilyen early bird, amikor meg lehet venni olcsóbban a nagyobb csomagot, de az olyan, hogy ahogy eladó már nincs, tehát ez nem tudom, hogy tudnak venni emberek, mert én is próbálgattam, amikor kim voltam. Igazán, de amire a kérdés vonatkozott, az az, hogy azért ilyen 6-8-10 ezer forintokat el lehet akkor egy ilyenért kérni, hogyha úgymond kétnapos, meg nemzetközi szintű valamit szeretnénk csinálni. Tehát kifizetik az emberek. Kim az alap, amikor kim voltam, még az USA-ba, ott az alap RTT-k, tehát az ilyen 20-25 fős versenyek, ott azoknak volt ilyen 20-30 dollár a nevezés. Tehát ott az volt az alap. Tehát 10-12 ezer forint, viszont ott mert 100, a szponzornál ugye ez is segíthet. Ott 100%-ig ugye visszaforgatták az összes nevezési díjat, az aktuális boltban, ahol volt a verseny, ott vásárlási utalványt kaptál. Ott elég komoly, tehát kint mondták sokan, hogy a legegyszerűbb útsereget szerezni, hogyha jó vagy a játékból, és nyersz magadnak. Ott rengeteg pénzt össze lehet szedni top 3-4 helyezésekből, hogyha havi szinten jársz versenyre, akkor meg aztán tényleg... Viszonylag hamar összeversenyzel, magadnak egy cseresereget. Nagyon. Ha valamit megmondtál. Na, de ez tök jó. Jó, Csasi, lenne bármi még, amit esetleg el szeretném mondani a versenyről? Szerintem azt, hogy aki teheti jövőre, ha lesz ugyanekkor, akkor menjen el, mert nagyon jó volt. Bármi mással kapcsolatban még szeretnéd valamit mondani? Szerintem akkor... ne ígyatok alkoholmentes viszkit. Jó, találtunk alkoholmentes viszkit. Azt majd valamikor veszek egyetének csak poénból. Akkor köszönjük szépen a nézők nevében is, hogy elfogadtad a meghívást és eljöttél ide hozzánk. És várunk legközelebb, és aztán remélem majd játszunk is, mert a nekronjaid ellen már kikaptam most, itt ez de a Chaos Space Marine ellen. Még összekerakni, ki kell festeni őket évvégéig, úgyhogy... Hát igen, a Gálatóra nevileg találkozunk, aztán majd meglátjuk, hogy... Nem tudom, mert a múltkori verseny olyan ügyes voltam, hogy lassan kiesek a top 8-ból is, úgyhogy többet nem kéne mennem. Azért nem, szerintem az nálad nem fenyeget ez a veszély. Köszönjük szépen a figyelmeteket, sziasztok! Sziasztok, Dáj vagyok, itt vagyok az LND, itt vagyunk az LND, na ezt újra. Szerintem ezt adjuk benne.